Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója január 22-én, kedden. Nézzük először fontosabb híreinket, röviden. Hatás. A kormány és a Tungsram stratégiai partnersége fejlesztéseket eredményezhet. Bővítés. A többféle feladat miatt új irodákat alakítanak ki a családsegítő munkatársainak. Ehhez a szomszédos épület együttest újítják fel. Hozzáférés. Interaktív kiállításon lehetett megismerni a könyvtár szolgáltatásait. A programot a Bibliotéka a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezte. Az intézmény bemutatta, hogyan biztosítja a szellemi javakhoz való hozzájutást. Most pedig a részletek és további híreink. Még tovább fejlődhet, erősödhet a Tungsram a kormánnyal kötött stratégiai megállapodásnak köszönhetően. A cég magyar gyáraiban is új fejlesztések indulhatnak a következő években. A kormány eddigi 79 stratégiai partnere már 22 ezer új munkahelyet teremtett, és jelenleg 180 ezer embert foglalkoztat az országban. A világ egyes részein a Tungsram szó egyet jelent a minőségi lámpával. Ezt az eredményt 123 év minőségi munkával érte el a cég. A stratégiai megállapodásnak köszönhetően azonban még sikeresebb lehet a magyar alapítású vállalat. A Tungsram egyike azon nagy cégeknek, amelyik magyar tulajdonként, magyarországi székhellyel, mint egy nemzetközi vállalat működik, hisz számtalan országban van leányvállalata, számtalan országban az égőt, azokat a világító testeket, amit mi villanykörtének hívunk, Tungsramnak hívják. A Tungsram Group nagykanizsai üzeme, Európa vezető fényforrásgyára. A megállapodásnak köszönhetően új irányba is nyithat a vállalat, és még több embert foglalkoztathat. Nekünk, önkormányzatnak az a feladatunk, hogy mindenben segítsük természetesen, és együtt működjünk a céggel, mert hogy a Tungsram régen is így volt, de ma is egy meghatározó cége városunknak, hiszen a legnagyobb foglalkoztató, és egyben a legnagyobb adóbefizető is. A Nagykanizsán gyártott égők közül sokat a Közel-Keleten adnak el. Ezt a piaci kapcsolatot is tovább erősítheti a vállalat és a magyar állam közötti megállapodás. Sok országnak fontos az, hogy egy ilyen cég, mint a Tungsram mögött áll a kormány. Ez nem csak mondjuk morális kérdés, hanem ott van a magyar Exim Bank, ott van más ilyen eszköz, amit lehet használni. Ez azért fontos, hogy például Közel-Keleten elég erős a Tungsram márka, és oda is fogunk nagyon sok nagykanizsai terméket eladni. A kanizsai üzem mellett Magyarországon még 4 helyszínen termel a Jörg Bauer által vezetett vállalat, mely mintegy 5000 dolgozót foglalkoztat az országban. Új irodahelyiségeket kapnak a családsegítő munkatársai. Ezeket az intézmény székhelye mellett található épület együttesben alakítják ki. A jelenleginél több irodára a többféle feladat miatt van szükség. A hosszú ideje használaton kívül álló épület együttes teljes körű felújításra szorul, ennek ellenére a munkálatokkal várhatóan február végére végeznek a szakemberek. A beruházás 16 millió forintba kerül, az összeget az önkormányzat biztosítja, viszont a munkadíjjal a Nagesz bérköltsége csökkenthető. Nagesz nem csak alaptevékenységet, hanem vállalkozási tevékenységet is folytat. Ennek keretében most a családsegítőnél végzünk felújítási munkákat. Szinte minden szakterületet érinteni fogunk, és így most 2 olyan épületrész fog megújulni, amit korábban nem használtak. A Nagesz ezért segíteni próbálja azt, hogy az önkormányzatnak mindig kevesebb kiadása keletkezzen. Itt végzünk festést, köműves munkálatokat, víz, gáz és egyéb villamos feladatokat is. Továbbra is elszállítja a kirakott fenyőket a szolgáltató, de már nem menetrend, hanem szükség szerint. Eddig egyébként 45 tonnányit, vagyis a szokásos mennyiség csaknem 90%-át gyűjtötte össze a kommunális cég, a többi valószínűleg még karácsonyfa. Az országos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tervnek megfelelően a város teljes területén 2 alkalommal elvégeztük a fenyő összegyűjtését. Ez egy előre meghirdetett járatterv-szerű gyűjtés volt. Ennek a centralizált munkának köszönhetően ezt megelőző hatékony kommunikációnak, illetve a lakosság partnerségének köszönhetően összegyűjtöttünk 45 tonna fenyőhulladékot.
Ez körülbelül 6 tonnával marad el a tavalyi teljes mennyiségtől, úgyhogy mondhatjuk, hogy túl vagyunk a munkaoroszlán részén. Innentől kezdve a járatok jelzése alapján már célirányosan adott címre fogunk menni Fenyőért. Körülbelül az elkövetkezendő 2 hétben még egy 3-4 járatot tervezünk indítani. Ma van a Magyar Kultúra Napja, a himnusz születésnapja. A Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a szöveget Szatmár csekén. A Magyar Kultúra Napjára szervezett kanizsai programokhoz a könyvtár egy interaktív kiállítással csatlakozott. Ezen a bibliotéka szolgáltatásait mutatták be, de az érdeklődők megismerhették azokat a kulturális munkákat is, amelyeket az intézmény dolgozói az elmúlt években készítettek és olvasóik számára biztosítottak. A könyvtár dolgozói tavaly határozták el, hogy összegyűjtik a város iskoláinak értesítőit. Egy ilyen még a 19. századból származó ellenőrzőt és a könyvtár helyes használatát is megismerhették a Magyar Kultúra Napján tartott interaktív tárlaton az érdeklődők. Nagyon érdekes előadást látunk, és mi is éppen magyar órára jöttünk át, és bár később fogunk tanulni Kölcseiről, már nagyon sokat tudunk ettől a műsortól. A könyvtár egyik fő feladata, hogy a fiatalokat a kultúra az olvasás felé irányítsa. A könyvtárban a legfontosabb az, hogy a kultúrához, a magyar kultúrához való hozzáférést, annak a lehetőségeit mutassuk be. Tehát azokat a szolgáltatásainkat is úgy mutatjuk be, ahogy azok a hozzáférést lehetővé teszik ez a kulturális javakhoz. Ebben az esztendőben is ilyesmiről lesz szó. Mondjuk, ami a legközelebb áll hozzánk, Nagykanizsa. A Nagykanizsa monográfiának a köteteit megpróbáljuk úgy is népszerűsíteni, hogy bizonyos részleteit külön kölcsönözhetővé teszünk, hiszen ezek vaskos könyvek. A Rozgonyi iskola diákjai ki is próbálták az intézmény szolgáltatásait a délelőtti előadás után. Letartóztattak egy időseket kifosztó párost Kaposváron. A 24 és 39 éves nő a Somogyi megye székhelyen, Nagykanizsán és Veszprémben tévesztett meg idős embereket és vette el az értékeiket. A nyomozás szerint a módszer mindhárom esetben azonos volt. A két nő társasházi lakásban egyedül élő idős asszonyokat szemelt ki, akiknek a figyelmét a fiatalabb gyanúsított különböző mondva csinált indokkal az egyik helyiségben lekötötte úgy, hogy a sértett a lakás többi részében történteket nem tudta figyelemmel kísérni. Ez alatt társa észrevétlenül tudott értékek után kutatni. A páros a bűncselekményekkel több mint 500 000 forintot zsákmányolt. A kaposvári járásbírósága gyanúsítottak letartóztatását elrendelte. Korábban már mindkét nőt elítélték ilyen jellegű bűncselekmények miatt. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Legóváros. Egy településnyi építőjátékot kapott a Szabadics ZRT-től a Hevesi iskola. A kékek nyertek. Az FC Nagykanizsa két csapattal is indult a Szabadics kupa teremfoci tornán. Diákolimpia. Az úszók körzeti versenyét tegnap tartották Kanizsán, a megmérettetés ahhoz is hozzájárul, hogy a gyerekek vízbiztos úszókká váljanak. Egy egész városnyi készségfejlesztő építőjátékot kapott a Hevesi iskola. A nagyértékű ajándékot a Szabadics ZRT ajánlotta fel az intézmény számára. A színes építőkockákkal és járművekkel nem csak a szünetekben, hanem a tanórákon is legózhatnak majd a diákok. Izgatottan vették birtokukba a négy cések az ajándékba kapott legójárműveket. A nagyértékű meglepetést a Szabadics ZRT-től kapták a Hevesi iskola tanulói és dolgozói. Mi nagyon örültünk, mert tudni kell, hogy a Lego az nem csak játék, hanem készségfejlesztő segédeszköz is, úgymond, ha az oktatást vesszük, ugyanis rengeteg motorikus készséget fejleszt, kreatív vitást fejleszt, még a szociális együttműködésben is szerepe van, ugyanis amikor együtt építik a gyerekek ezeket a legókat, akkor kell, hogy kommunikáljanak egymással. A Szabadics ZRT rendszeresen jótékonykodik. A nemrég átadott játékokat egyébként a társaság munkatársai is kipróbálták. A karácsony előtt tartott hagyományos évértékelő és csapatépítő rendezvényen
felépítettek egy várost a színes építőkockákból. Létrehoztuk a Szabad East Cityt, kollégáink Legóból megépítettek gyakorlatilag egy komplett várost, közintézményestől, utcástól, járművestől, mindenestől, és ezeket a játékokat, ezeket az elemeket ajánlottuk föl a Heves iskola tanulói számára. Az intézmény igazgatója elmondta, hogy nem csak a szünetben legózhatnak a gyermekek, hanem taneszközként is használhatják majd a játékokat az órákon. Vince napi pincejárást tartottak Letenyén a Julián hegyen. A vesszővágás eredménye a hagyomány szerint még a tavaszi munkálatokat is meghatározza. A vince napi időjárásból pedig akár a szőlőtermés minőségére és mennyiségére is lehet következtetni. Vince vesszőt vágott a Letenyei Szőlő és Gyümölcs Termesztők Egyesületének elnöke. A hagyományokat követve a vendégek elvittek egy-egy vesszőt, amit meleg szobában vízbe állítanak. A régiek a hajtások alapján következtettek arra, mikor érdemes elkezdeni a metszést. A vince napi hagyomány igazán az egész magyar borászatban a rendszerváltás után kezdődött újjá, előtte is ugyan megvolt, de én úgy gondolom, hogy az évben azokat a szenteket, akik a szőlőtermelő borkészítő embernek a munkáját valamilyen formában segítsik, és ahhoz fogászkodnak, ugye a vince az első. A Letenye környéki hegyhátakon 1990 óta megszervezik a vince napi pincejárást, amelyre ezúttal csak nem 60-an érkeztek. A vendégek nem csak a szőlőskertekben jártak, hanem bort is kóstolhattak. Kistermelő vagyok, tehát mennyiségben nem nagy a bor, de viszont ahogy itt hallottam a vendégeim, meg voltak elégedve a minőséggel. Vince napja január 22-én kedden van. A néphagyomány szerint, ha megcsordul Vince, tele lesz a pince. És egészségünkre! Az FC Nagykanizsa kék csapata nyerte a 8. Szabadics Kanizsa kupát. A Zsigmondi csarnokban rendezett háromnapos megmérettetésen 24 csapat vett részt, köztük volt a címvédő Dél-Zalai Vízműese is. A pénteki és szombati összecsapások után az igazi presztízs mérkőzéseket vasárnap láthatta a szép számú közönség. Az elmúlt hétvégén rendezett tornán végül a dobogóra még a KNH Nagykanizsa és az FC Nagykanizsa piros csapata állhatott fel. A torna legjobb kapusának a piros csapat hálóját őrző Borsi Bencét, legjobb játékosának a kékeket erősítő Béli Milánt választották, míg a gólkirályi címet az FC KU játékosa Marcin Balázs szerezte meg 5 góllal. 276 fiatal szelte a hosszokat tegnap az országos döntőért. Az úszó diákolimpia körzeti selejtezőjére kanizsai és városkörnyéki iskolákból érkeztek sportolók a városi úszodába. A dobogós helyezést elérők kvalifikálták magukat a jövő hétfői megyei döntőbe, melyet szintén Kanizsán rendeznek. Tegnap délután a B kategória versenyeit tartották. Ezeken azok a fiatalok álltak rajtkőhöz, akik nem egyesületnél úsznak. A szervezők szerint ez a megmérettetés azt is segíti, hogy minél több diák legyen vízbiztos úszó. Elég nagy differencia van, de ugye a Magyar Diáksport Szövetség azért szeretné, hogy azok is versenyezhessenek, akik mondjuk a 10 edzést vagy a 8-at nem tudják bevállalni. A területi diákolimpia versenyre 276-an regisztráltak, ami jól jelzi az úszás népszerűségét Nagykanizsán és környékén. Erre a versenyre a városról és város környékről érkeztek be összesen 25 iskolából a gyerekek. Szám szerint pontosan meg tudom mondani, 276 nevezés történt a mai versenyre, és itt dől el majd a továbbjutók sorsa, akik majd a jövő hét hétfőn megrendezésre kerülő megyei döntőn fognak majd versenyezni. Az első három helyek valamelyikén végző diákok kvalifikálták magukat a B kategóriás megyei döntőbe, ami szintén a kanizsai úszodában lesz. Az ott is kiemelkedőn teljesítő úszók pedig az országosan is megmutathatják tudásukat. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Hatás. A kormány és a Tungsram stratégiai partnersége fejlesztéseket eredményezhet. Bővítés. A többféle feladat miatt új irodákat alakítanak ki a családsegítő munkatársainak. Ehhez a szomszédos épület együttest újítják fel.
Hozzáférés. Interaktív kiállításon lehetett megismerni a könyvtár szolgáltatásait. A programot a Bibliotéka a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezte. Az intézmény bemutatta, hogyan biztosítja a szellemi javakhoz való hozzájutást. Ez volt a Kanizsa TV híradója január 22-én kedden. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!